És hol találta magának a feleséget? A interneten találkoztam. Akkor még én is remélhetek, hogy találok valakit magamnak. Muszáj volt szabadságra jöjjek egy kicsit. Demeter Borász és a Vogel Média ismét együtt, hát alkossunk. Megálltunk, mert itt a Tisza folyó mellett, ezen a területen, a tanyavilágnak ezen a részén, hát borzasztóan rossz minőségű az utak. Csaba, most átveszed, te fogsz vezetni, ugye, hogy tudjak én is fölmenni valamit? Abszolút, még teljesen józan vagyok. Még teljesen józan? Akkor kérek, vezessél, mert megpróbálok itt a telefonnal videózni. Hát a drága nézőinknek érdekes lesz az a furcsa hely, ahol most el fogunk menni. Fehér ló csárda! Itt a puszta közepén egy csárda valamikor megélt. Meg itt álljunk meg, szobát kiadók. De hát itt nem él senki. Majdnem olyan, mint a Hortobágy. Ez a Hortobágynak a széletről, mert Tiszabábolnál vagyunk. Egy csárda, puszta közepén. Jó, majd te most költöztél a környékre, ha jól tudom. Most költöztem ide 3 hónapja él. És még neked is új ez. Jó, oké. Okay. Hát akkor menjünk tovább a... Menjünk. Semmi közepén. Madár ezzel váltom a részet útrommal. Aha. Menj előre. Természetvédelmi terület. Aha. Na, ez ilyen Indiana Jones film. Igen. Tök jó. Ez én nagyon eltávaszkodja korlátra, de a talpazata az jó, fix. Ez olyan, mint a Gyilkostónál Erdélyben, kicsit úgy néz ki a kiálló műzéknél. És ott van a panziónak nevezett szellemkastély. Lehet, hogy ezután a videoblog után minket egy kicsit rendbe raknak? Nem tudom. Csak nem. Ahogy látjuk, azért pusztulnak ezek a gyönyörű települések, mert egyszerűen az út az ilyen. A Google Maps szerint hát egy simán 30 perc, amíg el tudunk jutni oda. Most látjuk, hogy nem esik az eső, de hogyha esik, akkor itt dagonya van. És itt a terepjáróval is, hát érdekes, ugye Csabi? Városi terepjáró, nem igazi. SUV. Megálltunk, mert itt a préri közepén úgy látszik nem vagyunk egyedül. Az a nagyon durva, hogy annyira el vagyunk városiasodva, annyira el vagyunk pulva, hogy ide eljövünk, autóval vagyunk, fel vagyunk öltözve, biztonságban van nálunk víz, étel, ital, és mégis, hát mondhatni, be vagyunk tolva. A puszta közepén nem merjük leállítani az autót, hogyha lerobban, akkor mi lesz velünk itt, és érzek benne ebben a helyben egy ilyen kis feszültséget, hogy pusztán vagyunk, bármi történhet, pedig itt van előttünk egy tanya, és gyalog, szerintem fél órára vagyunk Tiszabábolnától, tehát... Most már azért egy órára a gyalog. Csak hogy, és mégis, legalábbis én be vagyok tolva. Szóval Csabi be van tolva, én meg várom, hogy Rózsa Sándor előkerüljön. Hát lassan is. Jó, meglátjuk. Simka, hát az mindenki van. Legalább föl tudjulak venni titeket. Azért ez nem semmi, milyen állapotban vannak a dolgok. Úgy néz ki, hogy valaki itt bement egy traktorral ebbe a házba. Az igen. Vannak bajok. Traktorosok. Nem szomjas típusú emberek. Mennek az őzek. Ott vannak az őzikék. Jó napot kívánok! Jó napot! Forvajra! Demeter Csaba vagyok. Barátom Frici. Fogel Frigyes. Milyen az élet itt? Ja. Jó az élet? Ja. Na. Csöndes. Csöndes. Aha. Milyen jó emlékérme van. Igen. Ja, tényleg ez a kiváló dolgozó. Ugye ez volt annak kiváló dolgozó?
És ön kapta ezt a kiváló dolgozat? Nem. És a fiatalok jönnek ide, szeretnének dolgozni? Hogy látja? Hát, igen, nem nagyon. Nem nagyon? Miért? Egy-kettő veszett. Egy-kettő, ha. Mert most nagy a divat, azt mondják, hogy kijönnek, hogy biogazdálkodás, meg minden. Próbálkoznának. Próbálkoznának, aha. Szétnéznek. És utána elmenekülnek, mi? Ugye ilyenkor megy, ahogy de ha bejön a sár, ugye itt közlekedni. Akkor nehéz, ugye? Ugye azért is szűnt meg ez a falu itt. Ezért szűnt meg a falu. Tehát az út viszonyok, igen. Értem. Aha. 5 kilométer, ugye. És ön hogy bírja itt? Ugye. Egyszer egy hónapban bemegyünk a faluba. És... Tényleg? Bevállák. És azt megkérdezhetem, hogy ameddig nem mennek be a faluba, igen. Hogy tudnak szórakozni például? Magunknak. Szól a zene. Szól a zene? Persze. Meséket mondanak esténként, ahogy régen? Nem. Nem? Hát összegyűlünk itten a környékben, érkezhetve néha néha. Bográsulunk. Bográsulunk. Aha. Tehát ez egy zárközösség akkor. Hát igen, azt lehet mondani. És mi lenne egyébként a kívánsága, hogyha tudna változtatni valamin? Ha megkérdeznék önöket. Változtatás. Nem. Pénz kellene? Fiatalok kell lennének? Mi kellene? Nem kell. Pénz nem kell? Aha. Értem. Az van mindig, amennyi kell éppen. Na, ez jó. Nem panaszkodik. Tehát mondhatjuk azt, hogy boldog ember maga. Boldog. De jó. Párommal itt lakunk, ugye gyerekek már kiröpültek. Komolyan? Hány gyerekük van? Kettő. Na, Isten éltesse. Egerbe lakunk. Egerbe? De jó. Unoka is van. Szuper. Ön szerint mi végre vagyunk a világon? Nem tudom. Csinálja mindenki a dolgát. Jó, szuper. Mindenki a dolgát csinál, akkor semmi probléma nincs. Hogyha üzenhetne valamit a mostani elitnek, vezetőknek, hatalmasságoknak ott fönn Budapesten, mit üzenne nekik? Jöjjenek a vidékre, azt nézzenek szeljjel, és majd innen mondják meg a törvényeket, ne onnak fentül. Olyan kérdezik. Emberek hozzák a törvényt, ugye, aki nem is látott még ilyet. Értem. Beszabályoznak bennünket teljesen minden. Tehát egyre jobban folytogatják önöket, úgy érzi? Hát igen, igen. Miközben a szabadság kéne, mert önök tudják, mivel itt él. Aha. De ugye, ha már valami kis támogatást igényel az ember, akkor egyből ők mondják meg, hogy értem. Merre hány méter. Tehát jobb nem elfogadni a támogatásokat, ha jól értem? Hát igen. Aha. Tehát a szabadság a lényeg. Igen, igen, jobb ugye elvegyülni a többi közte, és akkor nem piszkálják az ember. Aha. Na, mihez is ugye tudnak az emberről, akkor már együtt állnak. És hol találta magának a feleséget? Itt nincsen semmi. Nem, elvált vagyok. Amúgy. Uh-huh. És valami interneten tanulkoztam. Zseniális, zseniális. Uh-huh. Akkor még én is remélhetnek, hogy találok valakit magammal. Főleg Benti Szabából, nem? Mindenki előtt ott van. Hogy lehet, hogy ide kellene költöznöm? Internet az elér mindenhova. Húha, az nem semmi. 12 év együtt vagyunk. 12 éve, de jó. Itten vagyunk, 10 éve. Láttam, hogy rengeteg szarvasmarhára ügyelt, most így jöttek visszafelé. Hogy bírja ezt a felelősséget? Hogy bír velük lenni? Gyerekkorom óta ezt csinálom, persze. Mondták már, hogy nagyon szép kék szeme van magának? Az egész családnak. Az egész családnak igen. Van ilyen szép kék szeme? Az igen. Ezek a kék szeműek klubja, úgy látszik. Akkor ezúton szeretném megkérdezni, hogy mi a becses neve? Murvai László. Murvai László, én Fóger Frigyes vagyok, szabad filmes. Nagy öröm volt és megtiszteltetés, hogy tudtam egy picit beszélgetni magával. Én köszönöm. Minden jót kívánok és jó egészséget. Utunk vége felé. A mai utunk vége. A mai utunk vége felé. Az jutott eszembe, hogy belenéztem ennek az embernek a kék szemébe, hogy nem valószínű, hogy ő tömi magát antidepresszánsokkal, meg
meg egyéb bogyókkal, ugye? Mi a véleménye? Egész napos zen meditációban van. Éjszaka alszik, átjár a másik világra a szelleme, reggel fel kell, elkezdi a zen meditációt, és estig zenben van. Nem idegeskedik sokat. És közben tereli a több szán szarvas marhát, ugye? Hát tulajdonképpen neki a jelenbe kell lennie, oda kell figyelni, a valós tejeneket terelgetni, kutyák odafigyelni. Állandó jelenlétek igényel a munkája, mert különben szétszakad a tehén csorda. Na úgyhogy zöld fiatalok, lehet jönni. Ez így működik.